funk már mozzanásra volt. Aztán hozzáláttam a töltött csempés oldalashoz. Tehát megnyakadtuk a forrangot. Arra is elég jól sikerült. Hát, úgy kinézett, nem annyira. Tavaly a könyvfesztiválon a Parkkiadó gondozásában jelent meg a Pasi a szomszéd csirmeről című bestsellerem, és akkor ebből részleteket adtunk elő, és az Ildi ezt hallotta, és azt mondta, hogy ez az anyag, ez színpadért kiállt. Két nagyon különböző helyről, millióból, társadalmi osztályból, beidegződésekből, vallásból, világnézetből, stb. Jött ember, megpróbál megküzdeni egymás szerelmét. Nagyon alaphelyzetet vizsgál, hogy nem is csak a férfinő viszony, hanem egyáltalán különféle kultúrák találkozása. Tehát hogy tudunk egymással együtt élni, hogy tudjuk a másikat elfogadni, közben teljesen másképp gondolkodik, hogy mi, de mindezt könnyedén, sok humorral, vidámsággal. Maga ez a háború, két ennyire külön világba betapadt ember, hát ez rettenetes humoros én szerintem, mert ez teljesen reménytelen és humoros. Ugye hát nincsen egyetlen egy gyufás katúja, amiben tulajdonképpen valami közösset találnának, és hát eltekintve az, hogy nagyon szeretik egymást, és nagyon vágyakoznak egymásra, hogy mégis semmilyen közös felület nincs. Természetesen egyikünk sem mert olyasmit venni, ami csak távolról is utalt volna arra, hogy együtt vagyunk. De azért én kipiszkáltam Astrid nénit ezüst keretéből, és bevetettem egy róla készült iskolai fényképet. Azért nem egy szokványos színházi előadás lesz ez, tehát hogy nem ilyen, hogy eleje, közepe, vége, hanem jórészt mind a ketten inkább így visszaemlékszünk erre a kapcsolatra, és úgy próbáljuk elmesélni a történteket. Ez most egy nagyon elbevett színházi forma, hogy kicsit találkoznak is, de mégiscsak a nézőknek mondják, tehát még ha nem hangzana nagyképpen, azt is mondhatom, hogy divatos formát találtunk ehhez. A mit az mindig, az sose lényeges a hogyan, ez pedig egy speciális aromájú hogyannak számít az én szemembe. Ha jön egy nő, akinek kellek és megad mindent, az nekem elég. Nem kell más. Az lesz a legjobb, ha nem találkozunk többé. Nagyon szeretetre méltó alakok egyébként, éppen azért, mert mind a kettő nagyon hívságosra és egyszerűre és nagyon sérülékenyre van írva, és ezért aztán nagyon szeretetre méltó. A Pasinak is vannak csajai, tehát bulizni jár, a nő is összejön a főnökével, meg ezzel azért, tehát nem az a probléma, nincs kivel szexelni, hanem a társat nem találnak maguknak. A történetekből ez mindenki magára ismer, hogy hogy nem tudnak együtt élni emberek, mint ahogy mi ketten sem. Nem is próbáltuk. Belül. Hát nem próbáltuk, de hát hogy ez nem működik. Hát nem. Én drukkolok nekik.